következő vendégünket ma még Paks megválasztott polgármestereként mutatjuk be, holnaptól már Paks polgármestere lesz Heringes Anita. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Uh, ugye gyakorlatilag az önkormányzati választás után nem sokkal kiderült a hír, hogy a kormány különleges gazdasági övezettén nyilvánította az atomerőmű területet, és így több milliárd, 7 milliárd forintnyi iparűzési adótól esik el a város. Uh, és most uh, a. a megbeszélések, a testületi ülések után picivel többet látunk abból, hogy honnan lehet ezeket az összegeket elvenni, vagy hol, honnan kell elvenni azért, hogy működőképes legyen a, a város. Vegyük ezeket majd sorra. Ugye ami a hírekben kiderült az az, hogy nagyon sok önként fel, vállalt feladatot lát el a város, és ezek közül mi az, amiről lemond, és mi az, amihez ragaszkodik, mi a fontossági sorrend a döntéseknél. A fontossági sorrend azt gondolom, hogy nem kérdés. Az egészségügy és az oktatás az, amiben a biztos, hogy le fogjuk tenni azt a követ, amiben megtartjuk azt a minőséget, ami Pakson van. Az összes többiről újra kell tárgyaljunk. Egy teljesen új költségvetést kell kialakítsunk, amennyiben így marad a költségvetésünk. De azért nekem reményeim vannak, hiszen miniszterurakkal tárgyalásban voltam, és ezek a tárgyalások előremutatóak voltak. Október első hetén, amikor rendes testületi ülésünk lesz, mi egy rendeletet fogunk elfogadni, amiben kérjük a miniszterurakat, hogy alakítsák át ezt a rendeletet. Vagy találjuk meg azt a módot, ahogy egyébként a visszakaphatja ezt a pénzt. Ugye Lázár Jánossal és Szijjártó Péterrel mondta, hogy előremutatóak a tárgyalások. Miért optimista? Azért, mert ahogy végigbeszéltük, hogy mi mindent ellátunk a térségben, hogy az egészségügyben a környező települések is hozzánk jönnek, hogy sokkal magasabb szívvonal ellátást tudunk adni, mint a környékben, bárhol tudnak. Az, hogy a Paksi atomerőmű dolgozói jó része paksi, de nagyon sok a környékről jön. És az nem mindegy biztonsági kérdés szempontjából, hogy ezek az emberek nyugalomba tudnak bemenni dolgozni, és tudják, hogy ha a gyerekük beteg, akkor jó ellátást kap. Jó, de ugye épp az imént mondta, hogy ebből nem hajlandóak lefaragni. Így van. magyarán, akkor így a kormány azt fogja érzékelni, hogy jó, hát akkor ez végül is így is megoldható. Igen, de akkor a környező településeknek kell azt mondanunk, hogy szálljatok be ezekbe a költségekbe, mert máshogy nem fog kijönni a matek. Uh -huh. Úgyhogy éppen ezért azt látom, hogy ők is érzik ennek a súlyát jobban át fogják gondolni ezt a javaslatukat. Én nagyon reménykedem benne, hogy megtaláljuk a közös álláspontot. Abban, abban is reménykedik, hogy esetleg visszavonják, vagy hogy más úton, módon, akár célzott támogatás formájában kapnak vissza pénzt. Milyennek a formája? Paksi polgármesterként engem minden megoldás érdekel. Jó, akkor nézzük meg azt, hogy akkor az egészségügy oktatás az, az, marad, az érinthetetlen terület. Ugye, amiről hallottunk, például a sportegyesületeket érintő támogatások felmondása, úgy, ahogy van itt az élsport, a foci egyesület, a foci csapattal kapcsolatban is, és a tömegsportra is ez vonatkozik? Ugye ez egy nagyon-nagyon fájó pont volt. Ugye augusztusban, amikor kijött ez a rendelet, én azonnal a képviselőtársaimmal kezdeményeztem a rendkívüli hogy alakítsuk át a költségvetésünket. Polgármester úr nem volt Hajlandó összehívni ezt a testületi ülést. Így alpolgármester úr tette, meg polgármester úr betegsége alatt. Így tudtuk múlt héten elfogadni ezt a költségvetést, ami alapján most éppen egyensúlyban vagyunk, és igen, nehéz döntéseket kellett hoznunk. Az például a foci csapatunk, és az Atomerőmű Sportegyesületünknek a támogatásának a megvonása jelen pillanatban az utolsó negyed évre. És azért csak az utolsó negyed évben, mert abban reménykedünk, hogy a tárgyalások jól mennek, és akkor jövőre tudunk újraadni. Ugye mindenki tudja, hogy a Paksi foci csapat az igazi magyar foci csapat. Ők azok, ahol csak magyar játékosok játszanak, és hihetetlenül jól csinálják a dolgokat. És az Atomerőmű Sportegyesületben vannak azok az olimpikonok, akik ma érmeket hoztak haza Magyarországnak. Ez egy nagyon nehéz döntés volt mindannyiunk számára, de ez volt az a lépés, amit most úgy tudtunk megtenni, hogy az egyesületek még évvégéig kihúzzák valahogy, nagyon nehezen, de kihúzzák valahogy, és ők is nagyon reménykednek abban, hogy sikeres lesz a tárgyalás. Uh, amit még konkrétan említettek, az egy közösségi közlekedés fejlesztési beruházás, amire már meg lett volna a támogatás elhalasztása, mert a fenntartást nem biztosított így, illetve egy olyan strand beruházás, amelynek a, az elmaradása esetén kérdés, hogy nyithat-e egyáltalán a strand a következő szezonban? Ezekről mit lehet tudni? Én azt tudom mondani, ha nem kapunk támogatásokat célzottan erre, vagy bárhogyan, akkor jövőre nem tudjuk kinyitni a strandot. Évek óta olyan statikai vélemény van az önkormányzat előtt, ami leírják, hogy 26. órában van uh -huh. ez a strand állapota. Úgyhogy én felelősítésem ma nem tudnám azt mondani, hogy ezt a strandot jelen pillanatban ki lehet nyitni. Ugye már kiírtuk a beruházást, már meg volt a szerződött fél, el kellett állnunk ettől a beruházástól, és az előleget bukta paksvárosa. De nem lehetett tovább vinni, hiszen a következő negyedéves költségvetésünkben már nem fért volna bele. Uh -huh. Uh -huh. Fejl közö közösségi közlekedés fejlesztés. Ugye Paks nagyon büszke arra, hogy zöld a közlekedés, tehát elektromos, ami egyébként sokba kerül, és ennek kapcsán is lett volna egy új fejlesztés. Igen, 4,3 milliárd forintot kaptunk volna új buszok vásárlására, új rendszer kialakítására, de ennek fenntartását én ma nem látom lehetségesnek. És újra kell tárgyaljuk eleve a pályázatot is, mert végigolvasva a pályázat minden pontját, én nem vagyok meggyőződve arról, hogy egyébként ez egy fenntartható és jó pályázat be adás volt. Éppen ezért újra tárgyaljuk az egészet, az irányító hatósággal megkezdtük az egyeztetést, remélem, hogy lesz mozgástér, és egy olyan rendszer tudunk kialakítani, ami a városban fenntartható lesz. Azokat a területeket, amelyektől most pénzt vontak el, azok ahhoz, hogy ezek visszakapják ezeket a forrásokat, ahhoz abból a 7 milliárdból mennyit kellene a városnak visszakapnia, hogy egy a, kis levegőhöz jusson? Azt gondolom, hogy 5 5,5 milliárd forintra szüksége van a városnak. Ez az, amivel csak úgy alapjában újra tudjuk indítani a dolgokat, és marad egy kis fejlesztésre is. Uh -huh. Azért ide több ezer ember fog érkezni, és őket is el kell tudjuk látni. Ugye épül éppen egy új lakópark 500 lakással a város tetején. Itt is az infrastruktúrát, ahhoz, hogy egyáltalán használatba vételi engedélyt tudjon kapni ez a lakópark, ahhoz például a csatorna nagyon gyorsan rendbe kell tegyünk. Mert azt senkinek nem kell majd hogyha egy nagyobb területet lebetonozunk, akkor a víz teljesen más, hogy folyik le egy nagyobb eső esetén, és a csatorna jobban fogja terhelni. Főleg az ilyen villámárvíz. Főleg, de... és ugye van olyan része a hálózatunknak, ami 40 éves. Uh -huh. Muszáj rendbe rakjuk. Ehhez viszont pénz kell. Na most, amikor Milliárdos tételekről beszélgetünk, akkor első ránézésre egy 63 millió forintos ö, jutalom, az hát egy ellennyész összeg, ö, de nyilván ennek van egy morális része is, amivel az illetékeseknek el kell számolni, Ugye itt most arról beszélünk, hogy a város főjegyzője akkor a 36 havi illetményt kapott jutalomként a jelenlegi polgármestertől még ez jogszerűnek mondható, mert Nyilván, aki 91 óta látta el a hivatalát, nem távozik úgy, hogy ne kapna havi illetmény, de azért ez még első ránézésre, hallásra is soknak tűnik. Ugye 63 millió forint, amikor milliókkal sakkozunk éppen egy költségvetésben, hogy mire lesz pénz, meg mire nem. Amikor az idősek világnapján nem adunk pogácsát majd az időseknek, hanem csak megünnepeljük őket, akkor a 63 millió forint nagyon nagy pénz. Uh -huh. Éppen ezért, miután polgármester úr tudta, hogy ezt el fogják venni tőlünk az adót. Tudta jól, csak azt nem tudta, hogy mikor pontosan, akkor szerintem felelőtlen egy ilyen döntést meghozni. Éppen ezért gondolom azt, hogy ennek a 63 millió forintnak vissza kell jönnie, és igen, lehetne azt mondani, hogy 91 óta ott volt főjegyző úr, és ezért ő munkájának megfelelően megérdemelte, de én ebben sem vagyok biztos. Mert... Azért nem vagyok benne biztos, mert amikor én kikértem azokat a papírokat, amik alátámasztották azt, hogy ő miért kapta meg ezt a fizetést, akkor polgármester úr megtagadta ennek a kiadását, azt mondta, hogy majd október 1 után a besétálok, tekintsen meg nyugodtan. Én azt gondolom, hogy ezt is felül kell vizsgáljuk, és az állami szembevőszék már vizsgálatot is indított ebben az ügyben. Úgy fogalmazott, hogy ennek a 63 millió forintnak vissza kell jönnie. Hogyan? Hát a jogi gondolom, lépéseket fognak tenni? Azt gondolom, hogy ha az nem volt jogos a kifizetés, mert nem végezte jól a munkáját, akkor az vissza kell, hogy jöjjön Paksváros költségvetésébe. Heringes Anita, köszönjük. Szépen. Nagyon szépen köszönöm.